Tandori Dezső, a semmi kéz. Egy vakmadár azt hiszi álmodott, pedig csak megsimogattam a hátát, mit ő engedni nem szokott. S kezünket is ez az egy pár madárláb nem érinti önszántából soha. De majd annak is lesz sora, mikor néhány lelkünkkel tova tűnten egy test ott fog feküdni tenyerünkben. Miféle előleg ez a halálra, hogy megsimogatható volt a háta? Szárnyra ki volt dobva a szürke toll, ahogy áldogált a teljes sötétben. Tudtam, ott vagyunk valahol. Nem is padlón, nem is csonk deszkalécen, melyen parányi hő talp nyoma. S még annyi se az örök éjszaka, melyről tudnom kell, hogy két elürült szem közvetíti bár tudatunkba szűrten, előleg ez a tiszta nem tudásra, melyet magunk is elérünk valahára. Csak annyi voltam, mint a semmi kéz, mely nem mutat se innenre, se túlra. Nem kerül, el se vész. Mintha az idő ide-oda múlna. Ujjam alatt a hát mintázata nyugodt volt, mintha nem is látszana. A csőr lassan kinyílt, nem lihegősen, inkább csak mártózni valami hűsben, mert a forróság a hirtelen hatásra a 30 gramnyi testet be s bejárta. S hangom szólt hozzá, az ismerős, az örökké megválaszolhatatlan. Három verévnyi ős helyett ő állt világtalan alakban, mint kérdezetlenségünk válasza, melynek elég, hogy önmaga. Kezem távolodott a kalitka űrben. Nem érzett hullámlásába vegyültem. S a másfél perc még sosem volt csodája. Jó ok lett neki egy tollászkodásra.